Soroksáron a Kék Laguna kutyakozmetikában jártunk, ahol Víg Brigitta kutyakozmetikus kalauzolt el bennünket a szakmája rejtelmeiben. Brigi elmondta, hogy ő hogyan kezelte a járványhelyzetet, illetve a kutyaápolási praktikák mellett a személyiségébe és a terveibe is beleláthattunk. 100%-ban nem tette teljesen tönkre, tény, visszaesés az tapasztalható volt. Igazából azoknál a gazdiknál okozott ez ugye problémát, akiknek esetleg idős hozzátartozó volt, és nem szerette volna elhozni, hogy nehogy legyen kontakt. Én a kontaktot azt teljesen elzártam, olyan részen, hogy a kutyát lehetett hozni, viszont kint vettem át az udvaron, póráz le, ölbe átvettem, elhoztam, megcsináltam, mikor jött érte, a póráz vissza, és utána ugye átadtam a gazdinak. Természetesen kivételek voltak saját felelősségre, hogyha problémás kutya volt, és ott megkértem, hogy akkor, ha tud, maradjon, fogni kell, mert harap esetleg, vagy tartani kell. Saját felelősségre lehetett maradni, senkinek sem volt kötelező, én ezt elmondtam, természetesen maszkban, fertőtlenítéssel, szigorúbb szabályokkal. Az elején a járványnál egy-két hétre, amíg itt a rendeletek nem tisztázódtak, körülbelül 2 hét volt, én is bezártam, majd utána egy-egy nappal megnyitva először csak 1 napot, aztán 2-t, aztán 3-at, és így tovább, körülbelül egy ilyen 2 hetes ütemben. Körülbelül 1-2 hete mondhatom azt, hogy teljes üzemben, igen, és akkor hát én egyelőre most már csak heti 6 napot vagyok, mert a vasárnapot pihenőnapnak szánom, meg család, meg minden egyéb. Úgyhogy igazából olyan, mondom, nagyon nagy ütemben szerencsére nem. A nyitvatartással kapcsolatban én is 3-ig voltam nyitva. Annyit tudtam megtenni a gazdikért, hogy akkor nem a szokásos 10 órakor nyitottam reggel, hanem volt, aki hétre is ide tudta hozni. Tehát kinyitottam hamarabb. Úgyhogy, de ugye mivel nagyon sokan home office-oltak, ezért délelőtt napközbeni időpont sokaknak jó volt, mint az általános délutáni időpontok. Vagy ugye a szombat majdnem mindenkinek általában szabad és jó, azt nagyon szeretik. Kérlek, mesélj magadról egy kicsit, hogy hogyan jutottál oda, hogy most itt állunk a te kis kutya kozmetikádban. Hát ez ott indult, nekem az alapvégzettségem az pénzügy. Pénzügyi szakügyintéző és vállalkozási mérleképes könyvelő. Dolgoztam benne, szeretem is, nem adtam fel, B-tervnek megmaradt. Igazából, de szerettem volna először valami hobbi szakmát. És megmondom őszintén, fodrászatnak indult, csak valahogy úgy hozta a sors, hogy suliból nem jött vissza egy valamilyen jelentkezési lap, és úgy vettem ezt az élettől, hogy ez egy jel. És igazából tekergettem az OKJ listát, ezt láttam szimpatikusnak, és valahogy úgy voltam, hogy úgyis szeretem a kutyákat, meg az állatokat, de fodrász akartam lenni, akkor miért lehetne összekötni a kettőt. És hát elkezdtem ugye olvasni, hogy mivel jár, mennyi idő, milyen költségekkel, mit kell hozzá kialakítani, és úgy voltam vele, hogy beleugrok, úgyhogy még a másik sulival párhuzamosan végeztem ezt, és akkor ugye hobbinak indult, emellett ugye dolgoztam, volt egy állandó munkahelyem, és amikor úgy láttam, hogy kialakul az az ügyférkör, és akkor megtehetem, akkor léptem ezt, most körülbelül 2-3 hónapja tudtam úgy meglépni, megléphettem volna hamarabb is, csak picit tartottam a dologtól. Most hol tartasz a hobbi, most milyen szintet átalakult benned, most már ilyen szenvedélyé vált? Igen, nagyon szeretem őket, és mondom, hiába sok a problémás kutya, próbálom mindig úgy orvosolni, segíteni a gazdiknak, tanácsot adni, esetleg egy picit így a nevelésben, de csak is saját tapasztalat alapján, tehát mint az én kutyusomnál is látszik, picit idegrendszeri problémás, és amiket úgy tapasztaltam nála, vagy hogyan tanítottam, azt megpróbálom nekik átadni. 90%-ban működik is, tehát volt már arra példa, hogy itt a gazdi jelenlétében eléggé rakoncátlankodott egy kis terrier, szépen megfogtuk, elmondtuk neki, hogy mi újság, és teljesen onnantól, hogy le lett dominálva, váltott a kutya, és kis angyal. Sajnos olyan is van, hogy ez nem működik, ott már úgy gondolom, hogy nem az én közreműködésem szükséges, hanem egy szakemberé. És volt olyan, hogy esetleg kifutott egy kutya, vagy annyira megrémült, hogy itt kergetőzés lett a vége?
Szerencsére nem. Én arra mindig nagyon próbálok figyelni ugye az asztalon lévő kutyáknál, hogyha látom, hogy nagyon lefele tekint, lefele nézelődik, akkor ugye itt az asztalnál is látható, hogy van ilyen kikötő póráz, ami azt a célt szolgálja, ugye, hogy a nyakuknál, illetve a hasuknál ugye egy fixálást adunk. Én csak biztonsági övnek hívom, mert ugye elég magasan van az asztal, és most teljesen mindegy, hogy fiatal vagy idős a kutya, onnan, ha leugrik és egy rossz mozdulat, már törik is a lába, tehát én ezt nem kockáztatom, főleg úgy, hogy nyúlok az eszközért, elmegyek samponért, vagy bármi, és akkor tehát nem hagyom felügyelet nélkül. Ha pedig megjön a gazdi, akkor ugye kopognak, mindig kérem, hogy óvatosan nyissa ki az ajtót, de egyébként általában ugye ismeri a saját kutyát, tehát tudja, hogy kimelte vagy sem. A kapu alatt van egy kis rés, én ezt mindig elmondom, a picike kutya, akkor arra figyeljen, ugye az első gazdi, tehát mikor először jönnek, akkor ezt elmondom, hogy ott sajnos kifér, tehát erre figyeljünk, de én úgy vagyok vele, hogy onnantól, hogy belép az ajtón a gazdi, az már az ő felelőssége, hogy figyeljen rá. Amíg itt van én nálam, nem nagyon szoktam őket kiengedni. Vagy hogyha esetleg késik a gazdi, vagy úgy alakul, hogy hamarabb kész lettünk, és itt van a póráz, akkor ki szoktam vinni egy-egy sétára a kertbe. Vállalkozást elkezdeni mindig egy rizikós folyamat. Érdekelt, hogy ilyen fiatalon mennyire volt félelmetes belevágni az önmegvalósításba, és kialakítani egy saját vendégkört. Van, de mint minden szakmában én úgy gondolom, hogy ennek is időt kell adni. Körülbelül az első év elteltével egy picit én is megrémültem, hogy hú, meg ha, hogy most mi lesz, meg hogyan lesz, mert vannak olyan időszakok ebben a szakmában is, hogy főleg nyáron, amikor nyaralnak az emberek, hogy egy hétig csöndes a telefon. De én úgy gondolom, hogy akkor azt magunkra kell szánni azt az időt, és pihenésnek tekinteni, nem szabad kétségbe esni. Most már szerencsére elmondhatom, hogy sok a visszatérő vendégem, és itt a lakótelep, ugye sok kis kutyás lakásban tartott kutyusos sétálgat, beszélgetnek egymással, és akkor inkább ez a szájról szájra, illetve ugye a Facebook meg a hirdetésekből, amit így látnak vagy tapasztalnak. És a családodnak a támogatása, mivel, hogyha jól tudom, most a szülői háznak, házon belül vagyunk? Ez a mi házunk a párommal, és most jelenleg a páromnak az édesanyukájánál tudjuk addig meghúzni magunkat, amíg itt építkezünk. Nagyon sok támogatást kaptunk apukám részéről, ugye ő építész, ő csinálta itt ezt az egészet, úgyhogy az ötlet az én, az ötletadó én voltam, de azt a részét azt ő kivitelezte. Anyóségtól is, illetve anyukáméktól is, mind lelkiekben, mind anyagilag ki, ahogy tudott, hozzásegített, és természetesen hát mi is nagyobb részben, mi is belefetszöltünk ebbe. Ha megvan az időpont, akkor vajon milyen kezelések várhatnak a szépülni vágyó kutyákra? Az alapkezelést azt mondhatnánk, én a teljes körű kozmetikának hívom, ugye minden kutyusnál más, tehát sokan ugye bejelentkeznek, most mondok egy példát, trimmelésre, és eljön egy sima rövid szőrű kutya, ugye sokszor nincsenek tisztában a gazdik a fogalmakkal, én amíg nem látok képet a kutyusról, vagy még nem találkoztam vele, így nem tudok teljes értékű információt mondani nekik, vagy szoktam képet kérni, vagy hogyha megjönnek személyesen, fölmérjük a helyzetet, és a teljes körű kozmetikában igazából a fürdetés ugye az alapból benne van, és attól függően, hogy a kutyának a szőre milyen ápolást igényel, ugye azt meg szoktuk beszélni, és akkor azt kivitelezzük rajta, azon kívül pedig az egészségügyi dolgok, karomvágás, fülpucával, szemkörnyéktisztítás, esetleg itt ugye a lenti tájékon a szőrnek a kinyírása, hogyha szükségeltetik. Hogyha esetleg olyan szolgáltatást kér a gazdi, amit én nagyon nem preferálok, akár egy rövid szőrű kutyának a megnyírása, vagy bármi olyan, amit én nem nagyon ajánlanék, akkor azt megbeszéljük, hogyha nagyon-nagyon elállok tőle, akkor akár választ egy másik kozmetikust, aki megcsinálja, én olyan munkát nem szeretnék, hogy az a nevemhez fűződjön. Most mondok egy példát, egy pekingi palota kutyánál hosszú szőrű, nem nyírósok, de sok gazdi megnyiratja, akkor ott annyi, találunk egy olyan arany középutat, hogy nem rövidre, hanem megtalálunk egy ilyen középhozt, egy centis hozt, és akkor könnyebb ápolni a csomók miatt, meg nincs annyira melege címszóval, de azt azért hozzátenném, hogy nagyon tévhit az, hogy ha meg van nyírva a kutya, akkor nincs melege. Itt az én kutyusom a legjobb példa, hosszú szőrben van, ha szépen ki van szedve az ajszőre, a szőre szigetel, tehát véd az UV ellen is. Lehet, hogy jobban liheg, viszont meg fogja keresni a hűvös helyet, és
tehát nem kell ezért megnyírni. Sosem nyírtam, és nem is fogom. Akinek a munkájához elengedhetetlen az állatvilág jelenléte, általában rendelkezik azzal a képességgel, hogy ő és az állatok egy hullámhozra tudjanak kerülni. Érdekelt, hogy Betty is érzi-e, hogy nyugtató hatással van a klienseire, főleg, ha a kis vendég túlizgul egy kezelést. Onnantól, hogy belép az ajtón, a szemében egyébként mindent lehet látni, hogy fél. Ugye itt első, első látásra ugye a kutyáknak az az érzése, hogy állatorvos vagyok, és ugye az sokszor rossz, hogy hú, szuri, ilyesmi. Aztán én azt szoktam, hogy bejönnek a kutyusa, engedjék el, hagyd szaglásszon körbe, egy kicsit nézze meg a környezetét, hogy nem vagyok doki, bár most a maszk miatt ugye sajnos ezt nem tudom letagadni, de utána megsimogatjuk, megmondjuk, hogy minden oké, és igazából a szemükkel lévő kontaktusból lehet látni, hogy mennyire félnek, meg ki is szoktam kérdezni a gazdit, hogy van-e valami félelme víztől, gépektől, hangoktól, hogy akkor úgy óvatosabban, amúgy is óvatosan, amíg nem ismerem a kutyát, óvatosan nyúlok ezekhez az eszközökhöz, de azért ki szoktam kérdezni, mert volt már rá sajnos példa, hogy fürdettem egy kutyát, és teljesen elfejtették mondani, hogy amúgy nagyon fél a víztől, és nagy termetű volt, és úgy vitték haza, hogy csutak víz, mert egyszerűen nem bírtam hozzányúlni, tehát nagyon-nagyon félt. De mondom, minden így látszik az első benyomáson, hogy próbálom őket nyugtatni. Bármilyen hülyén hangzik, én beszélgetek velük, nyugtatom, simogatom. 80%-ban azért működik, hogy kommunikál velük az ember. Karomvágás. Merjük-e otthon saját kezűleg, vagy bízzuk inkább a kozmetikusra? Meg lehet tanulni, ugye mondanom se kell, hogy YouTube videóról, vagy akár a Google-ről már mindent el lehet olvasni. Én azért azt javaslom, hogy mindenképpen az semmiből nem tart, hogy akár egy állatorvost, vagy akár egy kutyakozmetikust fölhívjunk, és megkérdezzük, hogy hogyan is induljunk neki. Meg lehet otthon tanulni, arra kell nagyon figyelni, hogy a kutyának a karmába az ér, hogy meddig nő túl. Ezt nagyon nehéz megfigyelni sötét karmú kutyáknál. Én azt javaslom, mindig piciket, nagyon piciket vágjunk, és mindig az az egészséges, hogyha a kutyának a mancsa a földön van, még ne kezdjen el így visszakanyarodni. Tehát, hogy pont ne érje. Ha nagyon-nagyon túlnőtt, és nagyon rég volt vágva a karma, akkor mindenképp csak nagyon piciket, mert ha az ember visszavágná arra a méretre, ami egészséges lenne, biztos, hogy vérezni fog. Vérzés ellen pedig nagyon sok ilyen vérzéscsillapító por vagy vaskloridot lehet alkalmazni, nem kell megijedni, ha csöpög, van, hogy 20 percig is tud csöpögni, bajt nem okozunk egyébként vele, egy picit nyikkan a kutya és biztos csíp, tehát nekünk se kellemes, ha túlvágjuk a körmünket, de nagyon vészes eseteknél esetleg már befordult, érinti a húst, begyulladt, vagy esetleg beszakadt. Hozzám is akartak olyan kutyust hozni, akinek be volt már szakadva, és esetleg sebes, az szerintem mindenképpen doki, hogyha esetleg gyulladás lát, akkor gyógyszert tudjon ráírni. De aki bátor, nyugodtan, meg hát ugye meg tudja otthon csinálni, mert otthon a kutyusok sokkal lazábbak, az az ő territóriumuk, és úgy azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ott lehet, hogy már két vagy három ember is kell hozzá, vannak praktikák, de meg lehet próbálni. Kíváncsi voltam, hogy Betty hogyan gondolkozik magáról jelen pillanatban. Így képzelte? Úgy érzi, hogy megtalálta magát? Igen, bár én mindig nyitott vagyok, én az a típus vagyok, hogy mindig tanulnék, most tény kell egy kis szünet, mert azért az iskolából is elég, de én mindig nyitott vagyok több mindenre, és mai napig tanulnék más szakmát is, és gondolkodom benne, de ettől függetlenül ugye most, hogy pénzügy vagy kutyakozmetika, most ebben találtam meg azt, amit szeretek, de szerintem mindig kell egy kicsit mást is csinálni, kell a változatosság, mert minden munkába szerintem bele lehet a monotonitásba egy kicsit bolondul, tehát mindig kell valami hobbi vagy plusz. De én úgy látom, hogy ebben most megtaláltam, igen. A vendégkör nem csak kutyákból áll, hanem jöhetnek még felfrissülésre vágyó macskák, nyulak és tengeri malacok is. Betty személyében pedig egy talpra esett lányt ismerhettünk meg, aki kellő hozzáértéssel és valódi lelkesedéssel fordul a szakmája felé.